Rubelszámlát nyitott az olasz olajvállalat, az Eni. A cég euró és rubelszámla nyitását is kezdeményezte a Gazprom banknál, hogy a következő napokban esedékes fizetési kötelezettségének eleget tegyen. A vállalat ugyanakkor továbbra is euróban fizet majd az energiáért. Brüsszel azonban nyugtalan a döntés miatt. A tagállamok bizonyos számú szankcióról közös döntést hoztak, mely az Európai Unión belül jogerővel bír, így természetesen kötelességük betartani. Ha a tagállamok ezt elmulasztják, akkor az Európai Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezhet ellenük, nyilatkozta az Európai Bizottság szóvivője. Az Eni biztosította az Európai Bizottságot, hogy a rubelszámlát csak elővigyázatosságból nyitották, továbbra is euróban fizetnek majd a Gazpromnak. Az olasz miniszterelnök néhány napja úgy fogalmazott, más európai energiavállalatok is hasonlóképpen cselekedtek.